tisztelettel üdvözlök mindenkit, és elnézést kérek előre is, hogy a javarészét olvasni fogom a szövegennek, de hogy el tudjanak helyezni engem, a Makolec Imre tanítványa vagyok, voltam az építészkamara alelnöke, Nádasdi Alapítvány és a Kóskár Alapítvány elnöke, valamint van egy folyóiratom az Európai Közép, aminek az alapító szerkesztője. Erre a képre irányítanám a figyelmünket, egy sokkal nagyobb kozmikus távlatú ívet húznék a kérdéskör mögé. Tudnélik, hogy az emberiség történelme egy folyamatos fejlődés alatt áll, és nem a materiális elképzelések szerint, ahogy a darwinizmus próbálta a számba adni, hogy a természetes kiválasztódás, meg az erősebb győz, stb., hanem van egy szellemi evolúció, ami megpróbálok, csak sajnos éppen... Nem hallani. Olyan mikrofon nincs, ami kihangosítaná. Az nem lesz jó. Megpróbálok, amennyire a hangom engedi. Tehát, függetlenül attól, hogy tudunk róla vagy sem, ez a szellemi evolúció zajlik. És az emberiség fejlődésén ma is őrködnek magasabb hatalmak, amelyek az anyag fölött állnak, és az anyag az ő teremtő akaratuknak az összesűrűsödése. És ebben nem lehet visszaforgatni az időt. A fejlődés pedig kozmikus ritmusok szerint történik. A legnagyobb ritmus, éppen itt említették Platont, ez a plátói világé, amely 25.920 év. Ez az idő, amennyi alatt a precesszió tengelye végighalad a teljes állatövi körön. Ennek 12. része a plátói világhónap, amely 2160 év. Ennek egy napja 72 év, azaz egy emberöltő. A világhónap egy kultúrkorszak időtartama. A jelenkort közvetlenül megelőzően a görög-római kultúrkorszak zajlott, körülbelül Krisztus előtt 747-től 1413-ig számoljuk ezt a kort. Jelen pillanatban az anglo-germán vagy kelta-germán közép-európai kultúrkorszak zajlik, 1413-tól 3573-ig. Ezt követi a szláv kultúrkorszak, Krisztus után 3573-tól 5733-ig. Miért mondtam el ezt? Mert a jelenlegi ellenhatalmak, hogy így mondjam leegyszerűsítve, a jelenlegi kultúrkorszak fölötti hatalmat is meg akarják szerezni, de az elkövetkezendő fölöttit is. És ebből az is következik, hogy a jelenlegi kultúrkorszak centruma itt van, Közép-Európában. Tehát jelenleg ez a civilizáció centruma. Akár tudunk róla, akár nem, és ezért folyik a küzdelem. Ezért indították az első világháborút, amit Renate Rímek német történész fogalmazása szerint az egy Közép-Európa ellen indított megsemmisítő háború. Ugye annak az első fázisra, most éppen a harmadikban tartunk. Egy másik történelmi ritmus a korszellemek egymás követő korszakai. Egy adott kis korszak mindössze 350 év. Ezt Johannes Trithemius von Sponheim apát írta le, pontosan megadva az adott korszakot inspiráló arkangyalok nevét és regnálásuk idejét. A jelenkor korszelleme Mihály arkangyal 1879 óta uralkodik, felváltva elődjét, a materialista természettudomány kifejlődését inspiráló Gábriel arkangyalt. Ez viccesen hangzik, de így van. A jelenkorszak korszelleme a természettudomány megfigyelési módszerét ki kívánja terjeszteni az érzék feletti, azaz a szellemi szférában. Az ember és a társadalom szellemi evolúciója párhuzamosan zajlik. A materializmus kifejlődése szükségszerű fejlődés eredménye volt. Átmenetileg el kellett szakadni a szellemi gyökereinktől, és megtanulni a halott természet szemléletét tárgyilagos, objektív módon. Ezt a szemléletet kell most átvinnünk az átmenetileg előlük elzárt, de a 19. század végén újra megnyílt érzékfeletti világban. Ezt a Káli Juga a sötét kor vége jelzi, amely 1899-ben ért véget, és ismét megkezdődött emelkedésünk a mélypontról. Az objektíven létező szellemvilág valóságával szembesülünk, rá kell jöjjünk,
hogy a szubjektív, az az emberi belsőben megnyilatkozó tartalom is objektív. Ha képesek vagyunk a gondolatok áramlását érzékelni. A társadalom pedig egy magasabb rendű élőlény, aminek saját belső törvényszerűségei vannak. Ez a materialista elme számára fikció, sőt elmebaj. Ők ezért a social engineering műfaját űzik, ez a darwinizmus, a szociál darwinizmus egy továbbfejlesztett változata, melynek egyenes következménye a transhumanizmus. A társadalmi organizmus belső szerkezete hármasan tagolt. Felső szférája a szellemi élet, hagyományos megközelítésben az a kultúra, tudomány, vallás, művészetek területe, mert hierarchikus és életfeltétel a szabadság. Az alsó szférája a gazdaság, melyben a szociális igazságosságnak kellene megvalósulnia, ez az együttműködés területe. A két szférát a jogi-politikai szféra köti össze, és egyensúlyozza ki. A társadalom korai fejlődési szakaszában teokratikus egységállamként létezett, a jobb, mint olyan, akkor nem létezett. Az csak Rómában jelent meg. A társadalmi organizmus egy egységes egész volt, amelyet beavatottak, irányítottak, fáraók, főpapok, királyok vagy az egyház. Az egybeavatott révén történő irányítás lassan változott, szekularizálódott, de még az egyetlen beavatott, mondjuk a fáraók kora egyetlen individualitása volt. Az individualizálódás megindult és egyre több embert érintett, míg mára mindenkire kiterjedt. Az isteni szféra pedig lassan visszahúzódott, amit az emberek az istenek alkonyaként érzékelnek. A világot irányító magas szellemek azért húzódtak vissza, hogy teret adjanak a szabad akaratnak. A szabad akarat az lehetőség az egész kozmoszban kizárólag az ember számára adott. Ez azonban társteremtővé kell váljunk, azaz a teremtő principium az ember individualitásán át kell a világba állni. A gondviselés olyan mértékben húzódik vissza, amilyen mértékben az ember felnőtt feladatához, és képes az istenek által fenntartott harmóniát önmaga megteremteni. Hogy ennek a lehetőségét Krisztus hozta el. Ő az emberi bensőbe hozta a korábban oda kívülről besugárzó teremtőerőt. Ez azonban nem megy automatikusan, hanem csak is akaratlanosan. Ezért van a világban káosz, mert az isteni erők már szinte teljesen visszahúzódtak, azonban mi emberek nem léptünk a helyükre, és nem kezdtük meg a harmonizálást. A nagy fejlődési ugrás épp egy évszázadon történt. Az első világháború alatt az egységállam jogosultsága végleg megszűnt. Ezzel nehéz szembesülni, de ez sajnos szükségszerű tény. Az utolsó uralkodók, akikben az isteni szférával való kapcsolat, ha halványuló módon is, de még jelen volt, éppen a Habsburgok voltak. Ezt ugye furcsa nekünk magyaroknak hallani, de ez is tény. Az utolsó ilyen személy Ferenc Ferdinánd. Ő volt az, aki ha trónra kerül és megvalósítja tervét, a trializmust, a világháborút nem lehetett volna kirobbantani. És ha nincs első világháború, nincs Trianon, és nincs második világháború sem, sőt nem jutottunk volna el a mai harmadik világháború küszöbére sem. De őt meggyilkolták, és onnantól fogva az ellenerők jutottak hatalomra Európa felett. Azóta beszélünk Pax Americanáról, vagy amerikai évszázadról. Nagyjából 1917-től számítjuk ezt az időt. Az egységállam ideje azonban végleg lejárt. Nem jogosult többi az emberiség irányítására se uralkodó, se egyház, se pártok által irányított demokrácia. Megrökönyödve szembesülünk a világkormány alá terelésünkkel, és a kereszténységet az iszlámmal összeolvasztani igyekvő pápával. Az egységállam helyére az önigazgatott társadalomnak kellene lépnie. Ezt azonban egy évszázados Csipke Rózsika álommal átaludtuk, és ma is az egységállam idejét múlt formája uralkodik, egyre torzabb formában. Először a szovjet típusú központosított államszervezet jelent meg, egy nyugatról irányított grandiózus társadalmi kísérletként, majd ennek bukása után az Európai Unió szuperállamának tervét tűzte ki Churchill,
azzal a nem titkolt céllal, hogy ezt egy világkormány váltsa fel. Ennek küszöbére éppen ma érkeztünk el. Ami ránk vár, az a bolsevizmus globalizálása. Ebből egyetlen kiút van, és ez az önigazgató társadalom. Ez egy szükségszerű folyamat, és sokat kell tanulnunk még ahhoz, hogy az egységállam lassú visszavonulással kivonulhasson a kultúra irányításából, átadva azt a szellemi élet önálló testületeinek, melyek felett sem állami, sem gazdasági befolyás nem érvényesülhet. A mai világelit hatalmát a jelenleg uralkodó pénzfunkció teszi lehetővé. Befektetési alapok a semmiből korlátlanul teremtett hitelpénzhez jutnak, aminek segítségével tulajdont szereznek. A Great Reset két fő területre koncentrál. A pénzmonopólium megőrzésére és az összes tulajdon megszerzésére. Ez a share economy, a megosztásos gazdaság, ahol senkinek nem lesz tulajdona, mindenki mindent bérel az egyetlen tulajdonostól. A tulajdon vagy birtokviszony, ami eddig egy jog volt, ami valakit feljogosít arra, hogy például egy termelőeszköz felett szabadon rendelkezzen az összesség javára. Ez a jog ezek szerint megszűnik. Most ki lesz az az entitás, akinek a föld összes lakójának és vállalkozásának a tulajdona a kezébe válhat? Néven is nevezhetjük akár. A kérdés, van-e saját forgatókönyv? Azt próbálom érzékeltetni, hogy a pénzreform és a tulajdonreform szorosan összetartozik. Hogy a tulajdonreformot végrehajthassuk, az egy tanulási folyamatot igényel. Tehát a mi módszerünk nem lehet a páholyok obskurus gyűléseinek helye, hanem egy népmozgalomból kell kinőjön egy változás. Ezt megelőzheti egy pénzreform, amire jelen pillanatban egyedül itt Magyarországon nyílik reális esély szerint. Hogyan juthatunk el egy a kor követelményének megfelelő tulajdonformához? Végig kell kövessük a tulajdon fejlődését. Az arhaikus társadalmakban világos volt, hogy a föld nem lehet magántulajdon, az csak birtokon lehet. Ennek alapja az, hogy saját tulajdon az lehet, amiért mi dolgoztunk meg, de a teremtett világ nem, az a közösségé, azaz azoknak kell osztoznia rajta, akik abban az adott pillanatban itt a földön élnek. Ez az elv még az öröklést is felülírja. A földosztást régen ciklikusan végezték, hogy lekövethesse a népesség változását. Később a föld a korona tulajdona lett, és a király hű béreseinek adta ki meghatározott időre birtokban. Ez a rendszer éppen abban az országban, amelyiknek háttérdiplomáciája ránk kényszerítette a privatizációt, és a királyság megszüntetését, köztársasággal helyettesítve, most épp Angliában a mai napig ez így van. Náluk maradt a királyság és a föld a korona tulajdona, mely nem privatizálható, csak birtokba vehető, maximum 99 évig, ezt úgy nevezik náluk, hogy freehold. Magyarországon a 2013-as földtörvény külföldiek számára is megvásárolhatóvá tette a magyar termőföldet. Ez a döntés felér egy Trianonnal, de átaludtuk, ma sem vagyunk világos tudatában. A történeti alkotmány jó alap egy jó tulajdonreformhoz. Hogy érvényesíteni lehessen, az első teendő az lenne, hogy megszüntetni a külföldiek tulajdonszerzési lehetőségét, és visszavásárolni tőlük a földet. De hogyan tovább? Ehhez bele kell menjünk a privát tulajdon eredetébe. Ez a római birodalom alatt jött létre, Róma elfoglalt egy területet, az ott élő népeket rabszolgává tette, a földet magántulajdonná, ugye privare az rabolni. A föld hozama felett a tulajdonos rendelkezett. Kifizette a költségeket, a rabszolgák élelmezését és szórakoztatását, panem et circenses, a többi fölött ő rendelkezett. Ez a tulajdonforma érvényes ma is a kapitalizmusban. Ugyanakkor a kapitalista magántulajdon kifejlődése egy pozitívot is hozott, a vállalkozó iniciatíva szabadságát. Ezt tette lehetővé a kapitalizmus hatalmas gazdasági fejlődését. Azonban a tulajdon magával hordozta Rómától örökölt negatívumait, a tulajdonmonopóliumot. A modern korban a privát és állami tulajdon két végkapcsolat között zajlott az ingalengés. A magántulajdon szociális zavarokat okozott a gazdaságban, államosított.
Az állami tulajdon hatékonytalansága és korrupciója túltengett, privatizációja. Holott egyik tulajdonforma sem szünteti meg az alapproblémát. Az államnak nem lenne dolga a gazdálkodás. A magántulajdon pedig meg kell reformálni, hogy a vállalkozó iniciatíva szabadsága megmaradjon, de a tulajdon monopólium megszűnjön, és a vállalkozás jövedelme ne egy az egyben a magántulajdonos rendelkezése alá kerüljön. Mennyi időm van? Jó. Tehát, ugye itt csak felvetéseket tudok mondani. A megoldás körülbelül egy olyan fogalomban említhető meg, amit használati tulajdonnak neveznék. Ugye tulajdont szerezni nem lehet. Birtokviszonyt lehet létesíteni, tehát meghatározott feltételekkel valaki a rendelkezése alá vehessen egy adott földterületet vagy termelőeszközt. Erről pedig a közösség kell, hogy döntsön, tehát tulajdonos a Szent Korona, a közösség, és a tulajdon átruházásról pedig a helyi közösség kell döntsön, és az államnak ennek a jogszerűsége fölött kell őrködnie. Most a magyar földtörvényt ugye a legnagyobb magyar földbirtokos Csányi Sándor diktálta. Ő Európa második legnagyobb földbirtokosa. Tehát ezt a nagybirtokrendszert először is meg kell szüntetni, ennek a módjára Ángyán József kiváló technikai megoldásokat dolgozott ki. A jövőben azonban a földtulajdon átruházásáról a helyi közösségeknek kell döntenie, és pedig nem gazdasági erőfölény vagy helyi hatalmi viszonyok alapján. Mit lehet még ehhez hozzáfűzni? Tehát itt csak egy záró gondolattal visszakanyarodnék megint a Szent Koronához, hogy a Szent István mit hozott létre, mi az ő történelmi tette. Ez körülbelül hasonló a helyzet, mint mint Szent István idejében volt. Akkor két nagyhatalom volt, ugye Róma és Bizánc, és Istvánnak el kellett volna döntenie, hogy melyiknek a vazalúsává válik. Ehelyett mindkettővel megegyezett, mindketten elfogadták a koronát, és így két nagyhatalmi pólus között egy szabad tér keletkezett. Ebbe István belehelyezte kora legprogresszívabb keresztény impulzusát, amit egyrészt a Sartre-i kolostorból hozott, másrészt az Andersheim-i kolostorból, harmadrészt az új platonikus kereszténységből, ami ugye a görög filozófiát és a kereszténységet olvasztotta egybe. Valamint harmadik Otto német császár középeszméjét. Ez Közép-Európa alapja. Ebből született Közép-Európa. Ma ugyanilyen helyzetben vagyunk. Ami a tulajdon kérdés, én most itt nem akartam megoldást adni, lehetetlen is, csak fölvetni. A tulajdon kérdését, ami mindennél erősebben ösztökéli, hogy az ellenfél ránk akar kényszeríteni hogy minden tulajdonútól megfosszon minket. Hát kérdés, hogy ezt meg tudjuk-e akadályozni. És jelenleg ugyanúgy úgy tűnik, hogy két világhatalmi pólus között vagyunk, és Magyarország egy kivételezett, különleges határhelyzetben van. Majdnem mondhatjuk, hogy egyenlő távolság a kelettől, nyugattól, de ez azért egy érzékeny terület. Minden esetre ez adhat egy olyan történelmi lehetőséget, ami mondhatom egy korlátozott területű, Magyarország méretű modellt, bár utálom a modellt, mert az egy halott fogalom, egy olyan területet, ahol meg lehet valósítani egy területileg behatárolt pénzreformot és tulajdonreformot. Ezt azonban csak úgy tudjuk elérni, hogyha egy nyilvános diskurzust indítunk, mert ennek a véghezvitele csak egy népmozgalom által lehetséges. És ez a népmozgalom pedig szabad diskurzusokban kell, hogy végbe menjen, és én azt gondolom, hogy ennek a diskurzus sorozatnak az egyik eleme éppen ma itt zajlik. Úgyhogy ennek reményében köszönöm a figyelmüket.
Profit meg kell köszönnöm Attilának is, hogy betartotta az időt. Ez nagyon fontos dolog. Mi magyarok egy kicsit fegyelmezetlenek vagyunk, de most ez nagyon jól esik, hogy ez a fegyelmezettség most úgy tűnik, hogy felszínre tört, és igen fontos dologról beszélünk. Hihetetlenül fontos dologról. Ugye a földbirtokosaink, akiket a kommunista korszak alatt, és itt látom a közönség azokban az iskolákban, azokban a korokban járt iskolákban, amikor én, ezek a földbirtokosok, ezek mindenképpen le voltak a kommunista rendszer alatt húzva, hogy ilyen borzalmas, olyan borzalmas. Igen, valóban a török háború után a Habsburgok azért azt elkövették, hogy a Neoakvisztika Komisszió, tehát ez az új szerzeményi bizottság, ez megváltoztatta a magyar nemesség összetételét. És hihetetlen mennyiségű hadiszállító kapott magyar földbirtokot, mert aki nem tudta bizonyítani okirattal, hogy ő birtok joggal rendelkezik egy birtoknál, attól egyszerűen a Habsburg uralkodó elvonta, és ilyen hadiszállítóknak odaadta. Tehát valóban van a magyar nemességen belül, az akkori magyar nemességen belül egy jelentős réteg, aki nem magyar érdekű, és aki nem a nemesen gondolkodók közé tartozik. Miért mondom ezt el? Azért, mert azért nekünk mégis egyértelműen azt kell mondanunk, hogy a régi birtokos nemesség nem tulajdonos volt. Nem csinálhatott akármit az ő birtokával, hiszen annak a tulajdonosa a Szent Korona volt. És ezzel a zseniális gondolattal megoldódott az a probléma, amiről ugye mi beszélünk. Na most nagyon fontos azért tudnunk valamit. Csak és kizárólag arról lehet itt szó, amit az Isten teremtett. Tehát a föld, az ásványkincsek, a víz, a levegő, stb. Amit ember teremtett, azon lehetett tulajdonjogot szerezni. Tehát nem arról van szó, hogy a régi magyar közjogi gondolkodásban valami teljesen elvadult gondolkodás volt, és nem volt tulajdon. Volt tulajdon. Csak nem olyan módon, ahogy ezt aztán a monetáris diktatúra, a ránk telepedett monetáris diktatúra megvalósította. Nagyon köszönöm Attilának, hogy beszélt erről a dologról, de ne felejtjük el, hogy amikor mi csatlakoztunk az Európa Unióhoz, a mezőgazdasági fejezetet a Bildenberges Martonyi János, még egyszer mondom, Martonyi János írta alá. Ő tárgyalta végig. És ne felejtjük azt se el, hogy a velünk együtt csatlakozó Málta és Szlovénia megvédte a földet. Azt mondta, hogy nem, mi nem nyitjuk meg a földpiacainkat. És a mostani földtörvényt, hogyha tényleg korrektül elolvassuk, akkor látjuk, azt hiszem a kettes szakaszban benne van, hogy, mert az egyes szakaszban le van fektetve, hogy csak magyar állampolgár vásárol földet. Aztán utána leírják, hogy ki minősül magyar állampolgár. Az Európa Unió minden államának polgár. És a társult államok minden polgár. Én nem akarom megnevezni azt a közel-keleti államot, amely állam társult állam, de hát önök pontosan tudják, hogy én mire gondolhatok, vagy miről beszélek. Nos, talán még annyit, mert nem akarom az idejüket rabolni, de egyetlen egy nagyon fontos dolgot, igen, az önigazgató társadalom, hát a Nemzetegyesítő Népmozgalom, a Magyarok Szövetsége, vagy ugye akár a Nemzetegyesítő Mozgalom mindig is arról beszélt, hogy újra nemzetté kell szervezni önmagunkat. Ugyanis a történeti alkotmányunk érvényes, drága barátaim. Csak nem tudjuk szervezetlenségünk okán érvényre juttatni. Az alulról szerveződő közösségek olyan hihetetlenül fontosak lennének, aminek nem is tudjuk ma felmérni, de bármikor bekövetkezhet az, Földi László fog majd erről bővebben beszélni, úgyhogy ebben nem akarok én belemenni, hogy szükség lenne önvédelmi kaláka közösségre. A kaláka ez egy ősi rendszer volt, ahol egymás segítő emberek jöttek össze házat építeni, vagy esetleg
aratni, vagy nagyon sok helyen a hegyvidéken, még a születiskolák ám a történetek. Tehát ebben kellene gondolkodnunk. Itt azért többnyire városi emberek vannak, én is városi ember voltam, én már félig kiköltöztem Szatymazra egy kis faluba, de higgyék el, hogy a helyi önszerveződő közösségek nélkül nem fogunk tudni nemzetet szervezni. Horváth Attilát kérném, hogyha itt van. Nincs itt, igen. Tegnap Attila Hotelben voltam, és ott is be volt írva előadónak, de jelezték, hogy hát sajnos telefonon felhívta őket, hogy nagyon beteg lett, úgyhogy akkor Horváth Attila alkotmánybíró úr azért nem jött el ma, mert nem csak tegnap volt beteg, hanem még ma is beteg. Úgyhogy Diviki Attilát kérném, hogy készüljön, mert akkor ő lenne a következő, akkor a ő anyagát. Jó? A létező természetjogállamról fogunk dr. Diviki Attila barátomtól egy szép kis előadást tartani. Én meggyőződéses ember vagyok abból a szempontból, hogyha itt Magyarországon mi nem állunk a sarkunkra, és nem leszünk képesek visszautasítani az 1946 évi egyes törvényt, a köztársasági törvényt, amelyet Voros Ilon erőltetett ránk, és nem tudjuk visszaállítani a királyságot, természetesen egy modern formában, egy természeti ökokirályság formájában, ahol a természet istenasszony, a mi boldogasszonyunk a királynő. Parancsolj a tévot! Jó! Majd 5 perc, mikor lesz, akkor mutatom, ugye? Üdvözlök minden megjelentet. Közelebb, ide, hogy a mikrofonhoz. És férfiasan hangos. És férfiasan hangos. Üdvözlök minden megjelentetről. Örülök, hogy mutogatni szeretném, majd a táblára nehéz lesz, hogy ilyen szép számban összegyűltünk. Diviki Nagy Attila vagyok, gépészmérnök és jogász. Én most egy kicsit jogászkodni fogok, vagyis nem. Arról szeretnék beszélni, hogy mi miért foglalkozunk a történeti alkotmányunkkal, miért is vagyunk itt, miért tartjuk egyre fontosnak a környező országban, de máshol a világban, ilyesmit nem látunk, hogy az emberek ilyen elméleti, politikai, jogi meggondolások alkalmán összegyűlnek, helyenként tüntetnek, helyenként kivonulnak a pusztára 300 000-en, miért is, nem azért, hogy nagyobb fizetést kapjunk, nem azért, hogy mit tudom én, jobbunk legyen ehhez, ahhoz, vagy kenyeret, vagy munkát, vagy akármit, olyan elméleti elvon dologért, amit mások el sem tudnak képzelni. Miért? Azért, mert mindnyájan itt bent érezzük, hogy valahogy itt félrecsúszott. Nem most csúszott félre az elmúlt évszázadokban, de az a szkíta érzés már bennünk van, mindnyájunkban benne van, hogy van egy jó rendszer, az a mi életünknek a rendszere. Egy társadalmi elméleti modell, ami valaha jó volt, érezzük, hogy jó volt, a legjobb. Ha belemegyünk a részletekbe, a jogi részletekbe, a társadalmi részletekbe, mindenképp azt fogjuk érezni, hogy még jobb, egyre jobban meglesztünk róla győződve. Én azt szeretném megmutatni, itt van két nagyon gyenge modell. Mérnökként mondhatom, minden mérnök tudja, hogy minden modell gyenge, tökéletesen modellezni lehetetlen. Mégis egy kicsit lássuk azt, hogy hogyan működik a világ, mit értünk azon az államelméleti modellen, ami ma a világban van, és amit mi magyarok érzünk, ami nekünk volt, amit mi jónak érezzük, és igazán ehhez szeretnénk visszatérni. Ezt a rendszert nevezzük mi történeti alkotmánynak, én sokkal inkább úgy szeretném hívni, hogy természetjogállam, mert ez a jogállam modell, ez a jogállam szó, ez annyira elterjedt ma, annyira szeretik a liberálisok, és nem is egy igazán rossz kifejezés, ami kifejezi azt, hogy a jog uralkodik az államon, azaz az emberek, alkotta tisztességes jogérzést uralkodik az államon. Először is nézzünk rá arra az elméletre. Nagyon gyorsan megpróbálom összefoglalni, az előző két előadásban ezeket elmondtam, és én már ezen tovább szeretnék lépni, de vannak itt olyanok, akiket még nem hallgatták. Ezt igazából mindjárt ismerjük. Azt állítják, hogy van egy állam, ami önmagától létezik, Leviatánnak, meg egyéb butaságnak hívjuk. És miért létezik az állam? Mert van területe, van főhatalma, van népe. Mit mond a magyar, a mostani jogászoknak az államisági fogalmuk? Semmit. Végig megy az ember 5 éves tanulmány az egyetemen, és senki nem mondta meg, hogy
ugyan már miért létezik az állam? Miért van az államnak területe? Milyen alapon gyakorol főhatalmat a területe és a népessége folyamán? Ez gyakorlatilag egy erőszakos, diktatórikus, önmagát meghatározó fogalom. Érezzük, hogy ez itt nem jó, nem tetszik, lázadunk ellene. És amit a magyar nyelv nagyon jó kifejezés itt próbáltam ábrázolni, a feje üres, lyukas, üres fejű, nagyon szép magyar kifejezések, arra fejeznek, hogy igazából az államot semmi nem határozza meg, az értelem sem, az érzelem sem, az Isten sem, a nemzet sem, egyszerűen semmiből van. Mi mit érzünk a magunkén? Amikor érezzük, hogy a nemzet, eredetileg a nemzet fogalom, az mindig is létezett, több ezer év óta létezik, ma is létezik, és nem engedjük, hogy a fogalmat ki lehet tiltani, betilthatják, és akkor nem fogjuk kimondani, ha jönnek a gumibottal és megvernek, de azért az itt lesz. A nemzetnek van területe. Azért, mert a nemzet képes arra. Mi a nemzet? A népnek az a része, aki identitással rendelkezik, és ennek az identitásának cselekvően hangot tud adni. Nem mindenki, mert a nép itt van, nem. Tisztességes, rendes emberek, akik nem adnak hangot az érzelméknek, a politikai tudatuknak, nem akarnak közösséget formálni, nagyon rendesen dolgoznak. Ennek a nagy tömegnek egy része a nemzet. Ideális társadalom lenne, a nép összes társa, összes tagja része lehetne a nemzetnek, mert akkor ez a két rubrika azonos lenne. Tudjuk, hogy ma nem itt állunk. De sose álltunk itt a történelemben, igenis mindig a nemzetnek egy része, a népnek egy része tud nemzetet alkotni. Nincs ezzel baj, átjárható volt, mindig is átjárható volt. Kinizsipár is átlépett a népből, ahova beszületett, a nemzetbe és tömegével tudnánk ezt a példát mondatni. A nép, a nemzet országot tud foglalni, nem azért, mert az úgy van, azt nem az ajándékba adják, nem a nemzetközi elismerés jogán, hanem a társadalom alkotó szándéka és ereje meghatározza azt, hogy önmagának megszerzi, lefoglalja, megörökli és megtartja a területét. És Fáji Árpád javaslatára innen kihagytam a szokásjogot, mert felhívta az Árpi a figyelmemet arra, hogy ezt a szokásjogot, ezt a szót, ezt félre szokták érteni. Én úgy értettem, amíg a Árpi nem magyarázta, ahogy az Verbőci értette, ahogy az Deák értette, hogy olyan szokások gyűjteménye, amik a jogra vonatkoznak. De nem erről van szó. Ahogy az Verbőci megfogalmazta, a bevett és jóváhagyott szokások. A húsvéti locsolkodás nem szokásjog. Amikor a társadalom kialakítja a saját rendszerét, akkor szabályokat alkot a társadalmi együttélésre. Ez a magyar jogfejlődésben tetten érhető. Ez Európában csak a magyar jogfejlődésben érhető tetten. Ezt a folyamatot, ami nem evolúciós, de egy picit talán lehet rá hasonlítani, aki materialista módon ezt szeretné hasonlítani, ezt a folyamatot mi végigjártuk. Sokan nem járták végig, ma is ennek a nyűgyét nyövik. Egy szlovák, egy román nem fogja ezt megérteni. Az angoloknak majdnem sikerült, de nekik annyi buktatójuk volt a rendszerben, hogy a szétesik. Egyetlen ilyen állam van Európában, aki ezt a fejlődést végig tudta élni. Ezek mi vagyunk, ma is érezzük, és ma is érezzük ennek a hiányát. A többiek sajnos készen kapják ezt, és nem is értik, hogy miért üres a fejük. És ez a itt mi úgy fogalmazzuk meg a következő lépés, hogy a piros nyilak azok a hierarchikus hatásvonalakat jelentik, hogy a nemzet államalkotó szándéka. Szóval mi történt? Ő a nemzet, megvan a területe, mert már van, anélkül nem létezhet, már vannak szabályai, és egyszer csak úgy dönt a nemzet, hogy államot akar alkotni. Ennek általában külső kényszerek kényszerítik rá. Nagyjából a római kor előtti időben itt állt a világ. Nem csak Magyarország az akkor, és csak ugye a római kor előtti nemzetek ma már nem léteznek. Nagyon kevés nemzet van, aki azelőtt létezett és ma is létezik, ezek egyike mi vagyunk. A többiekről egyről a közeliben lévőről ne beszéljünk, mert azok félrementek. A távol keleten bizonyára vannak ilyen nemzetek, de nem akarok itt élni. Ez az állam, amit mi megalkoztunk, ez fejlődik. Nekünk az elmúlt ezer évben mindnyájan megtanultuk, hogy hogyan fejlődött. Eleinte monopolisztikus hatalommal, a királlyal, ugye Gézával és Istvánnal, és ahogy fejlődött a idő, ezt felosztottuk, kialakítottuk a hatalom megosztást. Nagyon jól tudjuk, hogy mire a 19. sőt a 18. század elejére értünk, egy tökéletes hármas hatalom megosztás jött létre, a király, az országgyűlés és a vármegyei önkormányzatoknak, a vármegyei rendszerek között. Volt ez időben máshol is, ugye korábban ugye már a vérszerződés idején egy kettős hatalom megosztás volt, ugye ott a királyi tanács volt felruházva ezzel a hatalommal, később a főnemesek, ugye a 12.-13. században mindig is éreztük a hatalom megosztás szükségességét. Menjünk egy picit ide. Van itt ma hatalom megosztás, mit mond Montesquieu?
hogy a országgyűlés, a bírák és a... Mindig elfejtem a és a végrehajtó hatalom, mert nem három. Nagyon jól tudjuk, hogy az országgyűlés és a kormány az egy adott hatalom. Nem is tudjuk ketté választani. A bírák még nem tudnak hatalmat gyakorolni, mert nem ez a dolguk. Monopol hatalom van ma Magyarországon, ezt meg is tanítják. A egyetemen a Salamon László, aki mostani alkotmánybíró, tettem föl neki ezt a kérdést, amit elmondta a Montesquieu-i hatalom megosztás, hogy hol van ma. Kénytelen volt beismerni a 200 ember előtt, hogy nincs hatalom megosztás, nem csak nálunk, a világban sehol nincsen. Tehát monopol diktatórikus hatalom van. Nekünk ez a hatalom megosztás 1949-ig létezett és valós volt. De ugye mindenki tudja ennek az egyik legnyilvánvaló mondatát, mindnyájan megtanultuk, ugocsán non koronát. Ez a hatalmi megosztás, amikor egy hatalmi párhuzamos elem meg tudja akadályozni a másik hatalomnak az alkotmány ellenes cselekedetét. De ugyanez a hatalom megosztás volt, amikor Zsigmond királyt úgymond elrabolták és börtönbe zárták, mert éppen sértette az alkotmányt. Ez a hatalom megosztás. Ma ilyet nem lehet megcsinálni, ha valaki elrabolná Orbán Viktort, az közönséges bűncselekmény. Tehát nincs rá a jogi felhatalmazása. Ez az állam a jogot megalkotja, és amit a nagyon fontos, a jog, ez csak a pusztán jog. Itt a jog, az alkotmány főhatalom, ezt itt mindent egybepakoltak, minden az állam alatt van. Az állam megírja a jogot, gyakorolja és uralkodik rajta vele a nép fölött. A visszahatás elvileg a demokrácia 4 évenkénti szavazásán van, amit gyakorlatilag a média monopóliummal simán el lehet vágni ezt a pici ágat. Nálunk, nem nálunk, az elképzelt államunk modelljében, bár a címem az, hogy létező, ma létező természetjogállam, mert ha egy kicsit előről vagyok, az egy pici megmarad belőle. Nem csak az érzésünkben, a valóságunkban. Szóval a természetjogállamunkban a nép, amiben a nemzet is benne van, visszahat, de nem az államra, nem a demokrácia útján, nem ilyen kicsinyes módon. Visszahat a saját szokásaira, megköveteli a szokásait, és az alkotmányán keresztül hat vissza az államra. És tele vagyunk a magyar történelem folytán ezzel az erős visszaható vonallal, és igazából még sose tudták legyőzni, mert nem a médián múlik, hanem a mi jogérzésünkön. Már vissza egy kis kitérés, az alkotmány a 19. századi kreált fogalom, nagyon nem alkalmas a mi történeti alkotmányunk kifejezésére, hisz nem alkotás, inkább teremtménynek kéne hívni, mert az Isten teremtette, az ember teremtette. Amíg az állam megírja az alkotmányt, addig a mi alkotmányunk az nem írható. Látszik is a rendszerből, hogy ki is írhatná. E fölött nincsen megnevezhető személy. A Szent Koronává fogalomba összpontosult nemzetnek nincs egy személye, akit feljogosítanánk arra, hogy írja. Személyek először itt jelennek meg az állam folyamán, nagyon alacsony szinten a mi társadalmi hierarchiánkban. Tehát a mi alkotmányunk nem írható. És hogy nézzünk erre példákat, mert hogy ez nem egy kiragadott dolog. A történelmi alkotmányunk folyamán már kettőt mondtam. De minden egyes alkalommal, amikor az ellenállás jogával, mert ez az a vonat, az ellenállás joga. Ugye beleírták az aranybullába, nem megírták, nem Béla király találta ki az ellenállás jogát, leírták az ő korábban, és azért, mert már van. Azért, mert 1687-ben meg éppen kivették az ellenállás jogát, mi történt? Most már nincs leírva. Változott valami? Semmi. Mert itt van. A bevett és jóváhagyott szakásjogunkban, ahogy azt Verbőci megfogalmazta, ma itt van. Zavarta valaha is a magyar embereket, hogy kivették 1689-ben? Mi történt 1701-től 17-ig? Mi történt 1848-49-ben? Mi történt 1956-ban? Mi történt 2006-ban? Amikor mi kimentünk és azt mondtuk, hogy Gyurcsányt akarodni. Ezt kívántuk gyakorolni. A mi alkotmányos jogunkon itt kimondtuk, hogy Gyurcsányt akarodni. A létező jogszerűbb döntése volt a magyar nemzetnek. Ha erő is lett volna, akkor kivitelezni is lehetett volna, és a sikert ez indokolta volna. Ha mi megtanulnánk, hogy ez a mi rendszerünk, akkor bizony Gyurcsány figyelembe vette volna, hogy mi jogot gyakorlunk felette. Hú, és már csak még mindig az ismétlésnél vagyunk. Ez egy nagyon jó rendszer, érezzük, hogy jó, vissza szeretnénk térni, és kérem a következő ábrát, aminek hetes a vége, hogy mit tudnánk a jövőbe csinálni, mert ide szeretnénk térni, tudjuk, érezzük, hogy ez jó, és ha le tudjuk rajzolni, mint egy mérnök, még ha gyenge is a modellünk, és érezzük, hogy nem sokáig, nem mindenben fedi a valóságot, mégis egy érthetőbb és felfoghatóbb rendszerhez tudunk
Nagyjából azt szeretném megmondani, hogy mihez szeretnék visszatérni, amikor azt mondjuk, nem ez megint a hetes vége. A vége a hetes. Hogy szeretném visszatérni? A mai jogrendszerünket figyelembe kell venni. Akármilyen illegitim, akármilyen kommunista alapú. Egyszerűen a létező valósághoz alkalmazkodunk el, mert a magyar történelem mindig is a kompromisszumokról szólt. Hol kényszerű, hol szándékos, nem mehetünk neki a világnak, nem mehetünk 1000 év jogsértéseit vissza, még 77 év jogsértéseit sem, hanem konkrétan meg kell mondanunk, hogy melyik az a jogsértés azért, mert mi jogállamiak vagyunk. Amikor elrabolták idézőjelben Zsigmond királyt, nem ölték meg, nem része az ellenállási jognak az ilyen típusú erőszak, mert egy koronázott királyt még az ellenállás jogán belül sem lehet megölni. Nem lehet megfosztani a trónjától, mert ez nem része. Mi nekünk jogállamunknak kell lennünk, ezután is annak kell lennünk. Európa bármit mondhat, nekik nincs jogállamuk, főleg az Európai Unió nem jogállam, az egy kőkemény diktatúra, látjuk a Ursula meg az egyéb hölgyeknek, érdekes módon sorozatban a hölgyeknek a korrupciós botrányaiból. Európában nincsen. Ők tanuljanak tőlünk, nem mi tanuljunk tőlük, ne alkalmazkodjuk hozzá. Hogy tudnánk tovább lépni? A rendszerünket őrizzük meg. De a mostani monopolizált államunkat vissza kéne állítanunk, a nem a Montesquieu, mert az hibás, de meggyőződésem, hogy Montesquieu tanulmányozta a magyar jogállamot, onnan vette a hatalom megosztás szükségességét, a saját realitásában próbált valamit megfogalmazni, szerintem biztosan tudta, hogy ez nem jó, de nekünk megvolt a három, neki is kellett három, azért vette a bíróságot, nyilvánvalóan butaságként. Hát csináljunk olyat, ami a mai rendszerben benne van, és még az alaptörvénnyel is összhangban van, mert az alaptörvény preambulumban nagyon jól kifejezi, hogy nekünk kell, ragaszkodunk a történeti alkotmányunkhoz, azaz a történeti jogállamunkhoz, és mégis valamit kellene kezdenünk. Ez egy javaslat, innentől kezdve nem a történelmet foglalom össze ebbe a kis karikában, hanem hogy én mit gondolok róla. Ma egy monopol hatalom van az állam helyén, amit a kormány és az országgyűlés együttes hatalma képvisel, senkinek semmilyen beleszólása nincs, sem bíróságnak, senkinek. Ez egy abszolutisztikus hatalom, amit elvileg 4 évenként vagy változtatunk, vagy nem, hát nagyon jól tudjuk, hogy hogy működik. Ha egyszer összeszedné magát az országgyűlés, akkor ezt a hatalmat szét lehetne választani valódi, egymás mellett lévő megosztott hatalomokkal. A hatalom megosztás nem azt jelenti, hogy ezek az elemek, hatalmi elemek egymással szemben vannak, hanem az, hogy a felelősségrendszerük és a hatáskörrendszerük szét van választva. Egymást nem törölhetik el, nem írhatják fölül, a hatáskörük korlátozott, nincs is átfedés, viszont egy nagyon fontos van, ami a valódi függetlenséget jelenti, hogy amit ők döntenek, az a másik kettőre is érvényes, az ő saját hatáskörükön. Tehát az országgyűlés hozzon törvényeket. Ez a dolga. A kormány hajtsa végre. Akár kormányozó rendeleti úton, hogyha azon múlik. Majd az országgyűlés technikailag legjobb olyan törvényeket hoz, ami csak a következő ciklus hajtathat végre, és nem akarja törvényekkel felülírni a kormányzást. A kormány nem írhatja rendeletekkel fölül az országgyűlés működését, és ezt ki lehetne fejteni, erre most nincs időm, hogy hogy tudna jól működni. De az egésznek kell egy alkotmányossági kontroll, nehogy ez a két fél egymással szembenállásban hazavágja az ország gyakorlati működését. Kell egy olyan alkotmányi bíróság, a szót nem szívesen használom, de azért ideírtam, mert a lényege, hogy a másik két félnek az alkotmányos jellegű működését felülírja. Sokkal jobb kifejezés erre a felsőház azért, mert annak van történeti hagyománya, azért, mert ez a szó nálunk ismert, része a magyar történelmi jogrendszernek, amíg az alkotmánybíróság kifejezés ismeretlen, a fogalma meghatározhatatlan. A mai alkotmánybíróság az 1989-i első törvénye jött létre. Ki is volt akkor uralman? Éppen német? Német Miklós. Most egy német Miklós által létrehozott hatalmi szerv diktálma nekünk, tehát hogy is van ez? Azonnal meg kell szüntetni. Nem az emberekkel van a baj, Horváth Attila, ha itt lenne, akkor hát remélem egyetértenek. De nem az emberekkel van a baj, hanem az, hogy egy olyan rendszerbe ültették bele, amit német Miklós és elvtársai határoztak meg. Tehát mi ezt a kontrollhatalmat nevezzük felsőháznak, aki mind az országgyűlés, mind a kormány rendeleteit a maga formális módján tudná kontrollálni. Nem úgy, hogy azt mondja a felsőház, hogy a kormány takarodj, mert ilyet ő nem tehet, meg azt mondja, hogy a rendeleti kormányzás érvénytelen, hanem a felsőház például felszólítja a kormányt, hogy úgy döntöttünk testületileg, hogy ez a rendeletet alkotmányellenes, ezt módosítsad.
vagy az országgyűlés, ez a törvényed nem felel meg az alkotmánynak, módosítsad. Attól az még egy darabig hatályos is lehet, hogyha olyan a rendszere, de sokkal nagyobb lenne. Nem az aktuálra, hanem az 1000 évre visszamenőleg nyúlna vissza, és kedvenc heppen nem csak a 2014-es föltörvényt mondhatná a alkotmánybíróság, felsőbíróság, nyilvánvalóan alkotmányos, hanem az 1949. évi áprilisi föltörvényt, mert már az is alkotmányellenes volt. Van probléma? Nincs. Hisz a történelmünk folyamatos. Ha úgy dönt a jövendő alkotmánybíróságunk, hogy a föld magántulajdonná tétele, ami nem most történt, hanem 49-ben, amit ugye a ősiség megszüntetésének neveznek, és tanuljuk az iskolában, milyen nagy vívmány, óriási angol volt, akár ma is megszüntethetnénk, persze, az azt jelenteni, hogy ő kimondja, hogy ez törvénytelen, ő kimondja, hogy a törvény törvénytelen, az egy utasítás az országgyűlés számára, hogy írj másokat. Addig érvényes. Senki nem vesztené el azon a tulajdonát, senkinek semmilyen problémája nem lenne, mert az országgyűlésnek a mai viszonyokhoz alkalmazkodó törvényt kellene hoznia. És ez lenne a tényleges hatalmi megosztás, és ha ez az egész rendszerben működik, akkor érezhetően olyan változás következne be, nem azonnal, nem egyik napról a másikra, a mi magyar társadalmunkban, amit szerintem utána az egész világ másolna, kivéve, hogyha addig minket, hát mint a világrendszer elleni renitens gondolkozókat el nem söpörnének az erőszak eszközével, sajnos ettől tartanunk kell, mert gondoljuk végig, ez a rendszer, a mai világ politikai rendszerében milyen lenne? Még egy szög a guminak. Megsemmisíteni a világot. Vagy újra rendezni a világot egy tisztességes társadalom irányába. De ez különösebben engem nem érdekel. Tehát én most ezt mondom. Nagyon szeretném, ha értenénk, nagyon szeretném, ha kialakulna bennünk az a kép, hogy tudjuk, hogy mit akarunk, és nem a hitből a királysághoz. Megkérdezte a kislányom 20 éves, hogy igen, most jövök ide most ma délelőtt, hogy most vissza akarjuk beállítani a királyságot? Mit érdekel engem a királyság? Egy tisztességes rendszert akarunk, mert érezzük, hogy az a rendszer, ami most van, az rossz. De mi tudjuk, hogy mi a jó, mert mi 1000 év alatt, mi 10 000 év alatt megtanultuk a jobb rendszert, és csak mi tudjuk magyarok, hogy mi a jó. Köszönöm, ez volt. Attila nagyon ügyes, és nagyon szemléletesen mutatta be ezeket a dolgokat nekünk. De ha már van lehetőségem reagálni a dolgokra, akkor reagálnék. József Attila a Gyönyörűt láttam című versében leírta, hogy a jogállamban pénz a fegyver. Ezért szoktam mondani, hogy ez a demokrácia, ami nálunk működik, ez egy reklámdemokrácia. Mert akinél a sok pénz van, az tudja magát jobban reklámozni. Az fog hatalomra kerülni. Ha olyan hatalom van Magyarországon, amely elkötelezetten nemzeti, akkor ez még nem is baj. De mi van akkor, ha nem? Nem véletlen volt az annak idején, hogy Mátyás a 60-as dekrétumában 15 év centralizáció után, hiszen tudjuk, hogy nagyon fiatalon került Mátyás trónra, és ő elkezdett centralizálni mindent a kezé, minden az a jó, amit ő. És rájött egyszer, hogy atya úristen, itt baj lesz. Ez a túlzott centralizáció, ha egy olyan uralkodó kerül Magyarország élére, aki a nemzet ellen fogja ezt használni, drámai lesz. És akkor határozta el, hogy az addigi ispánokat kinevezi fő ispánnak, és felszólítja a nemesi vármegyét, hogy maga a vármegye válasszon alispán, és abban a vármegyében majd az alispán lesz a főnök. Az alispán lesz az, aki megkapja a királyi leíratot, elolvassa, és ha úgy gondolja, hogy a magyar alkotmányossággal nem megy szembe, akkor végrehajtja. Ha úgy gondolja, hogy nem jó, mert valami nem stimmel, akkor egy olyan feliratot küld az udvarba, hogy sajnálom, de ez alkotmány ellenes. Tehát nekünk nem kell alkotmánybíróságba, bocsánatot kérek. Tudják önök, hogy a németek mikor kapták meg az alkotmánybíróságot? Második világháború után.
miért csinálták, ugye Attilára hagy reflektálják, miért csinálták Németh Miklósék meg az Alkotmánybíróságot? Hogy megmentsék magukat, hogy a népképviseleti országgyűlés fölé oda helyezzenek egy olyan testületet, amelynek a vezetője egyébként a Baranya megyei első titkárnak a veje. Majd gondolkodjanak el rajta, később még államfőt is varázsoltak belőle. Én szándékosan köztársasági elnököt ki nem ejtek a számon, mert Magyarországon nincs köztársaság. Illetve gyakorlatilag van, ugye, de facto van, de jure nincs. Én államfőt szoktam mondani, mert azért ugye de facto ténylegesen el kell ismerjük, hogy ő most még akkor is, hogyha az ő hatásköre nagyon korlátozott a magyar joghagyománnyal szemben. Mert ilyen korlátozott államfői hatalom még Magyarországon soha nem volt. Nagyon korlátozott az államfői hatalma. Azt mondja, hogy talán Bibó Istvánt kellene még Attila mondataihoz hozzátennem. Bibónak, aki egyébként egy liberális gondolkodó volt, de én végigolvastam. És egy zseniális mondata van, így szól, a hatalom demoralizál, tehát ellenőrzésre szorul. Nekem ez az ellenőrzés hiányzik, már nagyon régóta. 2006-ban ez teljes mértékben kiderült, hogy mennyire hiányzik az ellenőrzés. Ezért is mentünk akkor utcára. Jó. Azt tudnunk kell, hogy nekünk egyébként nem lenne szükségünk alkotmánybíróságra. A nemzetnek nem alkotmánybíróságra van szüksége, hiszen a történeti alkotmány elvei ott állnak az országgyűlés fölött. Az országgyűlés törvényhozó hatalmát pontosan a történeti alkotmány elvei szorítják korlátok közé. Nem hozhatna olyan törvényt a magyar országgyűlés, amely szembe megy a történeti alkotmányosság elveivel.